Több fronton is folyik a vizsgálat és a nyomozás a korábbi futballmenedzser, ma már bulvárceleb Berki Krisztián ellen, aki a gyanú szerint Vácot is átverte a klub későbbi angol tulajdonosát. A váci foci közben feltörekvőben NB1-es riválist vertek ki a kupából, vezetik az NB3-at. Pető Tibor alpolgármester, klubelnök és a Csank csapat veterántagja Rusvay Gergely a vendégeink. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt. Tibor, kezdjük ott, hogy váci vezetőként, klubvezetőként, hát milyen érzés látni a Kereskedelmi Televízió képernyőjén ünnepelt celebsztárként valakit, a Berki Krisztiánt, aki egyébként mondjuk itt a futballklubnál leginkább szélhámosként lett ismert. Nem csak itt. Hát a Fradinál is, igen. Ez önmagában egy társadalmi probléma, hogy egy kereskedelmi televízió miért így mutatja be azt, hogy ilyen az édes élet, én nem így gondolom. Nekünk nem okozott túl sok édes percet. Noha legalább egy másik nagyszerű sportmenedzsertől, Héger Józseftől azért sikerült így az ő közvetítésén keresztül John Marshall segítségével megszabadulni. Mit tudni most ennek a Berki Héger ügynek az állásáról? Hol tartanak a vizsgálatok? Azt lehetett olvasni a hírekbe, hogy futballistákat is megkérdeztek, és hát próbálnak ennek az egész ügynek a végére járni, hogy milyen színjáték zajlott ott. Én erről abból a szempontból nem tudok nyilatkozni, hogy egyelőre még az ügyben nem keresett meg a hatóság. Én is hallottam, hogy a játékosokat kihallgatták, és folyik a nyomozás, ami bízom benne, hogy eredménnyel zárul. És ha mi már nem is tudunk ebből profitálni, de nem lesz több olyan klub, amit ilyen szélhámosok tesznek tönkre. Hát egy biztos, itt a feljelentésből is látszik, hogy John Marshall, aki végül is birtokon belülre került, ő nem hagyja annyiba ezt a dolgot. Abból is látszik, hogy John Marshall ezek után is Vácon maradt, és gond és különösebb probléma nélkül finanszírozza tovább a csapatot, hogy egy makacs emberről van szó, a tervei mellett kitart. Ugyanígy gondolom, hogy amennyiben ő úgy érzi, hogy itt neki feljelentést kellett tenni, akkor emellett makacsul ki fog tartani, és meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy itt az igazság kiderüljön. Gergő, neked régi harcos vagy Vácot, milyen emlékeid vannak erről az éráról, erről a, hát nevezzük akkor keserű életnek, mert akkoriban az volt, meg az volt a vége ennek, amíg vissza nem tért Csankmester, és el nem indult az új éra Vácot. Igen, hát ez körülbelül már egy-két éve volt ez a történet. Hát akkoriban annyit éreztünk belőle, hogy ugye jött az angol tulajdonos, és vele együtt a Berki Krisztián. Sokat nem láttuk őt, amikor ott volt, azért ígérgetett ezt-azt, de igazándiból abból semmi nem valósult meg. Tehát úgy tudom, hogy akkor a John Marshallnak azért szerződtette a Krisztiánt, hogy ezt az üzletet üssék nyílbe, a Kft. Megvételét a Héger úrtól. Ez ugye létrejött, de ezt már tudjuk, hogy a végeredmény az végül is egy üres Kft. volt azért a sok millióért, amit a John megvett, és ebbe segítkezett, én úgy tudom. Ennek a mesnek, Tibor, mit gondolod, mi lesz a vége? Mármint a bíróságon? Igen, a meccsnek? Igen. Ez nem az első klub, amit akár az egyik, akár a másik érintett bekavar és tönkretesz. Ez egy nagyon körmönfont rendszerben működő, én kimerem mondani, maffia-szerű, mert így illik mondani, mert ők elég gyorsan jogorvoslatot vennének, hogyha azt mondanám, hogy maffia módszerekkel dolgozott. Tehát én ilyet nem mondok, maffia-szerű módszerekkel dolgozik. Az lenne jó, hogyha több olyan klub nem lenne, amit ők így akár együtt, akár külön-külön tönkre tudnak tenni. Igazság szerint John Marshall bízott meg Berki Krisztiánban, és ez volt egy rossz döntés, amire elég gyorsan rá is jött, elég sok pénze bánta. Az egyesületnek önmagában jó volt az, hogy ugye korábban 12,5 millió adósságot halmozott fel Offel Zoltán vezetésével Héger József felé, és ezt John Marshall kifizette, így az egyesület megmenekült a felszámolástól. Tehát az egyesület oldaláról ez egy pozitív üzlet volt, de bánta egy felnőtt csapat, egy NB2-es csapat, amelyik NB2-es csapat a legjobb 8 közé jutott a kupába, és megélte ismét azt, hogy Vác, hogy összeomlott a labdarúgás úgy, hogy a fiúk akkor nem tudtak kimenni a pályára, és az is hozzátartozik, hogy Vác több 10-100 milliót bukott azzal, hogy jelen pillanatban nem NB2-ben szerepel a csapat, mert azért látjuk azt, hogy akár a stadion felújítások, akár a miből maradt ki ilyenkor kormánytámogatás, MLS támogatások elég jelentősek. Ettől a város és ettől a KFT elesett. Hát viszont úgy tűnik, hogy nem szeretne a közeljövőben már elesni, hogyha az ember ránéz az NB3-as tabellára, vagy figyeli a Magyar Kupában zajló eseményeket. Lehet, hogy rövidesen megint olyanról lehet majd beszélni, hogy amit felidéztél az előbb, hogy 8 közé jutott a csapat. Most még nem jutott a 8 közé, de halad, ugye a Kecskemét kiverése után. Most minden évben egy osztályt kéne ugrani fölfelé, Gergő? Igen, ez a terv. Jól elkaptuk szerencsére a rajtot, mégis 6 meccset nyertünk, egyszer kikaptunk a harmadik fordulóba, de az kellett szerintem az a pofon a csapatnak, és azóta 4 meccs, 4 bajnokin nyertünk, továbbjutottunk a kupába, úgyhogy megyünk. Ebben az NB3-as bajnokságban mely riválisok jelenthetik a fő akadályt a kötelező célért, tehát hogy visszakerülni az NB2-re? Hát a megye egyhez képest most nem megbántva azokat a csapatokat, de sokkal jobb csapatok vannak. Tehát például Kozár-Misleny az még tavaly NB2-es csapat volt, olyan kerettel is rendelkezik, SMTK, ugye a Reac, ezek mind azt mondom, hogy elég jó csapatok, masszív csapatok. Úgyhogy nem egy egyszerű bajnokság, de jelenleg szerintem jó irányba tartunk. De hát meg kell nyerni. Ha a papíron játékos kereteket nézem, akkor kiemelkedik a Vác ebből az NB3-as mezőnyből is? Azt mondom, hogy az első 3-ban mindenféleképpen ott van. Tibor, eközben ebben a futballreneszánszban ugye a város is, meg John Marshall is közösen vesz részt. Hogy néz most ki ez az együttműködés az Everton rajongó angol tulajdonos, meg a város között? Teljesen jó az együttműködés. Ugye ez az is mutatja, hogy elnöki pozíciót vállaltam a klubnál. Egy közös rendszert tervezünk felépíteni egészen az óvodáskortól egy minimum NB2-es felnőtt labdarúgó klubig. Több ilyen infrastruktúrális fejlesztést is elindítottunk, akár új focipályaépítés, akár műfüves pályaépítés, és szeretnénk, hogyha már az idei évben föl tudna jutni a csapat NB2-be, és a stadion felújítás is sorra kerülne. Én azt gondolom, hogy ez az 5-2-es kecskeméti meccs már megmutatta a legfontosabb közönségnek, vagy a legfontosabb közösségnek, magának a közönségnek, hogy ezért jó irányba haladnak a dolgok, és ez egy nagyon jó csapat, amit már bizonyított korábban is, csak nem az volt a célja a tulajdonosnak, hogy egy jó közösséget, egy jó csapatot építsen, hanem hogy minél édesebb legyen az élet. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen Csankmester érkezésével itt nagyon jó energiák szabadultak föl, tehát nem vesztett semmit a mester a lelkesedéséből, meg a szigorából? Nem, egyáltalán nem. Pont idefelé beszéltem a Tibinek, hogy rengeteget edzünk, 2 órás edzések vannak, és gyakran még 1-2 fiatal játékossal külön edzést is tart, tehát a lelkesedése a régi, úgyhogy ezzel kapcsolatban minden rendben van, és a közönség is úgymond a városon belül valami megmozdult, mert egyre többen járnak a meccsekre is, tehát a mesternek az érkezésével ez pozitív irányba indult el. Ebben milyen tervek vannak? Tehát mi volna a jó cél, amit el kéne érni? Váci közönség, átlag nézőszám, ahhoz, hogy azt lehessen mondani, mondjuk majd pályázol az NB2-t, itt van egy jó kis stabil NB2-t, egy csapat nagy közönséggel, magyarán mondva megéri ide stadiont építeni, illetve felújítani. Hát ezt el kell mondani, hogy Vác egy 1000 éves város, és egy elég kritikus város. Egy 5-2-es kecskeméti eredmény megmozdította a nézőket. Azon egy NB1-es csapat meg legyőzése így, hosszabbítás, de utána hogyan, az megfelel a váci közönségnek is, nem? Az még a váci közönségnek is megfelel, valóban megmozdult valami, beszélnek újra a fociról, beszélnek, nem a körülötte lévő eseményekről. Én azt gondolom, hogy John Marshall és a stáb az elég komoly hangsúlyt fektet arra, hogy egy jó közösséget, egy jó közönséget építsen maga köré. Ez valószínűleg az angol klub mentalitásból ered. Tehát ő neki nagyon fontos az, hogy a klub ne csak a saját hobbija legyen, vagy a saját kettelése legyen, hanem egy közösségépítő rendszer és közösség, és ebben a város maximálisan támogatja, amiben tudja. És itt hosszú távon cél az, Gergő, hogy a váci kötődés az domináljon többször. Hogyha már NB2-be jutna majd ez a csapat, akkor szokott az jönni, hogy jó, hát ilyen most már azért kell igazolni máshonnan is, meg fognak jelenni majd légiósok, szóval mit tudtok és milyen tervek vannak? Nem tudom, hogy a mestert ismerem, légiósok nem valószínű meg fognak jelenni. Jelenleg is 4-5 U21-es játékos, majdnem hogy stabil kezdő a felnőtt csapatban, tehát az utánpótlásra bátran lehet támaszkodni Vácon, mert tényleg azt mondom, hogy nagyon jó, azt hiszem a Kecskemét elleni győztes csapatban 4-5 kezdők is voltak. Tehát azt mondom, hogy az utánpótlásból lehet meríteni, illetve egy-két poszton azért NB2-ben szerintem biztosan meg fogja erősíteni a csapatot a mester. A anyagi háttér akkor teljesen rendben van, ezek szerint akkor mondjuk egy ilyen szép siker után rendes prémiumot is osztanak, nem? Hát igazániból én még egy kört kell ahhoz menni, hogy kapjunk prémiumot. Hát akkor, akkor magasan állnak, el kell érni ugyanazt, a 8-ba oda kell érni. Ez a klub, ez készen állna néhány éven belül arra is, hogy visszajusson az eredeti szintre? Gondolok arra, amit Csank Jánossal, aki nem hogy NB1-esen, még bajnok is volt a csapat. Hát azért ez egy fogós kérdés, mert költségvetési szinten nem áll úgy a csapat. Azt gondolom nem titok, kb. 70 milliós költségvetéssel megy jelen pillanatban ez a csapat. Ennek a 10-szerese is kevés lehet ahhoz, hogy ugyanazokat a sikereket érjük el, mint amiket Csank mestervezetésével már a Vác elért. Mi elsősorban arra összpontosítunk, amit a Gergő is mondott, hogy váciakra és az utánpótlásra figyelünk. Szeretnénk felépíteni, ahogy említettem már, egy olyan rendszert, amely az utánpótlásra épül, és ez a klub edzőinél is jelentkezik, tehát most már azt merem mondani, hogy szinte csak váci nevelésű, korábban jó pályafutást befutó edzőink vannak, a Gergő is edzősködik, Gref Ádám, Rob Kornél, Vén Gábor, tehát olyan gárda épült ki, aki nem csak szakmailag, de érzelmileg, emocionálisan is kötődik ehhez a klubhoz. A cél az az, hogy egy jól működő, fölfele rendszerben működő közösséget építsünk, amely sikeres lehet az NB2-ben mindenképpen, aztán utána a tulajdonos eldönti, hogy mire van pénzünk. Na, mert hogy ez az igazi édes élet, azért tegyük hozzá. Egy ilyen jó működő közösség. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.